Sokan, hogyha meglátok egy ilyen figurát, egyből beugrik, hogy ez a Playmobil. Való igaz, hogy ez nagyon hasonlít a német Playmobil cég figuráira, de mégsem az. Hölgyeim, uraim, ez a Schenk, a magyarok Playmobil játéka. Még 1978-ban egy kis budapesti cég, amely tulajdonosáról, Schenk Károlyról kapta a nevét, elkezdett a német Playmobil mintájára játékokat gyártani. Mind minőségre, mind csomagolásban sokkal gyengébb minőségűek voltak ezek a német társaiknál, a figurák sokkal keményebb, ridegebb, míg a kiegészítők felszerelések sokkal lágyabb műanyagból készültek. A csomagolás tekintve pedig egyszerű kartonlapra rögzített műanyag fedő alatt lehetett megvásárolni a játékokat. Habár rengeteg hasonlóság volt a Schenk és Playmobil figurák között, néhány dologban azért eltértek egymástól. A Schenk figuráknak a kezei és lábai mozgathatóak voltak, de a kézfejeik, illetve a lovak lábai nem. A Playmobilnál eleinte ugyanez volt a helyzet, de hamar változtattak ezen. A tematikát illetően a Playmobil akárcsak a Lego mindenféle témakörben készített figurákat, középkor, western, orvosi rendelő, rendőrség, farm, építkezés, stb. A Schenk javarészt csak a történelmi témájú szetteket vette át, de külön öröm, hogy a magyar történelem ihlette legtöbbjét. Tehát ha valaki mindig is vágyott Hunyadi vagy Mátyás királyos akciófigurára, az itt megtalálhatta számítását. Eleinte ugyancsak férfi figurát gyártott a Schenk, de később megjelentek a női karakterek is, de a Playmobillal ellentétben gyerekfigurák és a lobon és tevén kívül más állat sosem látott napvilágot. A Schenk játékok gyakorlatilag három csoportra oszthatók, voltak a figurák, sorok és készletek. A figurák mindösszesen egyetlen egy karakter tartalmaztak több-kevesebb kiegészítővel. A sorok azt jelentették, hogy egy adott fajta figurából 4-5 darabot adtak egyszerre, például római sor, egy szakasztyi katonát kapunk gyakorlatilag. A készletek pedig igencsak változatosak voltak, ezek általában 2 vagy 4 figurát tartalmaztak, de melléjük járt még mondjuk ágyú, lovaskocsi, hajó vagy valamilyen épület. Nem tudom miért, de a Schenk figurák 90%-a szőke volt. Lehet, hogy ez a német behatás, ugye a nagy árja faj, de nézzétek meg, kapásból amit láthattok, az majdnem az összes szőke. Nekem van körülbelül 50-60 darab ilyen figurám, ebből 55 legalább ilyen szőke. Van néhány fekete hajú is, amivel jól el lehet szórakozni, például ha elfordítjuk a haját, akkor lesz belőle egy ilyen Embo Schenk figura, ez ilyen fekete alappal, még poénosabb is. De vannak olyan Schenkek is, amiknek nagyon jó barna, ezek a cigány Schenkek. Konkrétan nézzétek meg, itt van a bőrfejű kopasz Gypsy. Igazából ezek nem fehérek, hanem ezek használatosak úgy, mint arabok, törökök, vagy esetleg afrikai bantu néger senkek. Aztán van még egy érdekes koma, ő egy ilyen rostélyos harcos, de, hogyha lefesszük a páncélját, akkor láthatjuk, hogy milyen feje van, ilyen kis magyar pödröt bajszos kis vitéz. Tiszta vicc. Régebben volt olyan vadhajtásom, hogy mindenféle ilyen háborús sérüléseket raktam a katonákra. Szerencsétlennek az egyik karja az vérben ázik, a fejét is jól összeverték, ennek a másiknak meg elkenték a száját, meg a lába lett összekaszabolva. Milyen brutális idióta voltam. Voltak lovak is a Schenkek birtokában. Ezekre lehetett tenni ilyen kis nyerget, mondjuk barna lóra, a barna nyereg az mennyire jó, és akkor fogtuk a cigány gyereket, és akkor rá lehetett ültetni, és look at my horse is amazing, give it a lick. Amit a Schenk figurákban imádtam, az volt, hogy milyen jól össze lehetett szedni a cuccaikat, és mennyire hasznosak voltak. Tehát itt van ez a fickó, akit már láttunk korábban. Neki lehetett adni mondjuk egy páncélt, ugye rápattintjuk a fejére, akkor ráteszünk egy ilyen kézvédőt, még egy kézvédőt rápattintunk, és akkor ugye itt van a rostélyos sisak. Na ez tök menő, nem? Ugyan lehet forgatni vele a fejét, ugyan rá lehet ültetni a lóra, tök jó. De ezen kívül, amiért még imádtam, azt mondjuk itt van ez az angol katona. Láthatjátok, neki van egy ilyen hegyes tőre, ami egyébként tényleg ki volt hegyezve, szóval gyerek simán kinyomhatta vele a szemét, akár csak a karddal is. Mindegy, nem ez a lényeg. Elveszem tőle a kardját. Az a lényeg, hogy itt van az oldalán ez a cucc, amiben rakja a kardját, és nézzétek meg, simán belefér, ott marad, ha rárakja a kezét, még ki sem esik.
Igen, van a tőrrel is. Alapkatonánál így van. Neki levesszük mondjuk a pajzsát, kardját, az angol csókától meg elvesszük a tőrét. Nézzétek meg az övét. És van egy ilyen kis luk rajta, és bele lehet tenni. Ez tökre tetszett. De ugyanígy itt van mondjuk ez a női karakter, akinek nem tudom miért ilyen kivágáson, ott lehet, hogy terhes vagy valami. De neki van itt ez a kis táskája. Ez tökre tetszett mindig, hogy valóban, mit tudom, beleraksz egy tört, és az elfél benne. Simán berakhatod, visszarakhatod a kezébe, ott marad. De ugyanígy van mondjuk a cowboynál is, akinek itt van a pisztolya, ami egész jól ki van dolgozva egyébként. Ezt is simán megfogod, belerakod a pisztolytáskába. Hoppá, kicsit elcsúszott. Belerakod a pisztolytáskába, és ez is ott marad neki. Tök jó. Másik nagyon menő dolog a senkekkel kapcsolatban a különböző ágyuk voltak. Mindenféle fajtájú ágyút lehetett használni, ezeket lehetett fölle mozgatni, lehetett őket, el is lehetett őket sütni, tehát jól meg lehetett csinálni. Ez egy nagyon pici ágyú. Akkor itt van egy kanadai, nagyobb űrméretű ágyú. Ez szintén el lehetett sütni, aztán erősebben is lőtte ki. Illetve itt van egy, hát házilag meg lett reparálva. Ez elvileg egy török ágyú volt. Sőt, is ki lehetett lőni. És ezekhez jártak ilyen kis töltények. Megfogtad, beleraktál egy töltényt, ott volt benne, fogod, és akkor így kilövi. Még egyet. Senkekkel kapcsolatban másik nagyon menő dolog, mindenféle kiegészítők voltak. Például ilyen lovas kocsik, ez egy ekkószekér, akkor volt egy ilyen római fogat, volt egy ilyen, tehát ez is magyar, egy ilyen szénaszállító, ilyen rácsos kocsi, ide rá lehetett ültetni a csókát. De a kedvenc ilyen kocsim az a postakocsi volt, amit szerencsére megszereztem, és hát kicsit meg is kellett javítani, mert bele applikálunk egy lovat. Itt a lovak oldalán van egy ilyen kis bogyó, abba kell így bele pattintani ezt a cuccot. Ha így megvan, akkor itt a lovaskocsi teljesen funkcionál, a ló néha nyom egy stoppit is. Az is, ez is, nézzétek meg milyen menő, a hátulját fel lehet nyitni, oldalait bele, tehát simán van annyi hely benne, hogy beleültesd a fickót, és itt a nyeregkosárba is, én ide gyűjtöttem be most a lőszereket, szóval tényleg ez is nagyon menő. Aztán volt még egy repülő is, amire Isten tudja miért egy aladinos matricát ragasztottam rá. Hogy tényleg minek, azt nem tudom, mert most megbántam. És ennek a repülőnek volt egy másik fedele is, de az valahova eltűnt. Minden esetre ez is teljesen jó, be lehet ültetni a fickót. Még nagyon menők voltak az épületek. Itt például egy ilyen huszársátor találhattok. Van egy ilyen őrbódé is, de ebbe is simán bele lehet állítani a huszárt. Ennek volt teteje is még valamikor. Nézzétek meg, mint valami koporsó. Volt ilyen trón, amire rá lehetett ültetni a királyt. Nézzétek meg, leesik róla. De az egyik kedvencem és a legmenőbb nem más volt, mint egy igazi sheriff department, vagyis sheriffház. Látszottak ilyen csillogós címkéje. Volt egy nyitható ajtaja, ami, hát igen, lent szerint leszokott törni. És ott van bent gyakorlatilag annyi hely, hogy az összes senken beleférne. Szóval nagyon ötletes volt ez is. További, bár nem hivatalos kiegészítő volt ez a Dorka várépítő, ami az összeszerelési füzeten már Molika néven szerepel. Ez egy kb. 4-500 darabból összeállítható vár volt, aminek a kézikönyve elég felületes. Nem hiszem, hogy egy 5-6 éves gyerek ezt egyedül képes lett volna felépíteni. Plusz összerakás után is eléggé instabil volt az egész épület, például összeszerelve ezt szállítani külön rémálom. Senkjátékok egészen 1995-ig léteztek, amikor is a bíróság megtiltotta a játékok további gyártását.
Hogy mi volt ennek az oka? Az, hogy habár a Shank sosem próbálta úgymond átverni vásárlóit azzal, hogy Playmobil néven forgalmazza a játékokat, a hasonlóság több mint nyilvánvaló volt, és ez sértette a német cég jogait, hiszen a Shank Kft. Semmiféle licencet nem vásárolt tőlük. Ennek ellenére személy szerint büszke vagyok arra, hogy a Shank figurák léteztek itthon. Bárcsak leírásokból tudok erről, hiszen akkor még nem is éltem, de a rendszerváltás előtt igen körülményesen és persze drágán lehetett eredeti Playmobil szettekhez jutni, és a legtöbb embernek fel sem tűnt, hogyha a Playmobil helyett a magyar utánzatot kapta ajándékba. Ami ennek ellenére érdekes, hogy habár 95 óta ugye nem gyártanak Shank játékokat, a mai napig lehet találni Vaterán és más aukciós oldalakon bontatlan, eredeti figurákat és készleteket, persze szinte múzeális értékűknek megfelelően igen borsos áron.